Köszöntöm a Hit Rádió kedves hallgatóit, ez itt a Vélemény vezér legfrissebb adása, vendégünk megadja Gábor, a Századvég Alapítvány Politikai Gondolkodás Kutatóintézetének igazgatója. Köszönöm, hogy eljöttél. Szia, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Lesz majd olyan témánk is, ami picit összefoglalóan Európával fog foglalkozni, de előtte még szeretném, hogyha egy picit lehúzhatnának ide a magyar belpolitikába, mert ez itt történik közöttünk, és bár már évvége közeledik, és mindenki szerintem nagyon várja azt, hogy picit mindenki elmehessen és megnyugodhasson, de nagyon sok minden történt 2024-ben a belpolitikai szintéren, hogyha visszanézzünk, át, átrendeződött az egész színpad, a paletta. Az első kérdésem az lenne, hogy te hogyan értékeled magát ezt az átrendeződést, mi benne mondjuk adott esetben a pozitív szerinted mi az, ami kevésbé jó irányba haladt ezzel a változással? Hogy értékeled ezt? Most gondolom elsősorban az ellenzéki eh, politikai pártokra gondolsz, ha jól értem. Így van. Eh, én könnyeket fakasztani nem fogok a, a, az óbaloldal vagy a régi baloldal pártjai iránt. Tehát itt szerintem az történt, hogy volt egy választói, az ellenzéki választók között volt egy igény, ez már a Márkizaj Péter fellépésénél megmutatkozott, hogy az ellenzéki szavazók nem szeretnék a létező ellenzéki pártokat, és szeretnének valami mást helyette. Akkor első körben volt egy Márkizai projekt, az nagyon csúnyán befulladt, és akkor most ez a Magyar Péter, ez, a, ez az újabb ellenzéki projekt, de teljesen egyértelműen látszik, hogy gyakorlatilag ugyanazok a szavazók dekára pontosan azok, akik most Magyar Péter hívei lettek, akik korábban akik kiábrándult ellenzéki szavazók, korábban Márki Péter, vagy az összellenzéket támogatták, stb. Tehát ilyen értelemben a, mondjuk a kereslet oldaláról nincsen lényeges módosulás, a kínálat oldaláról ez egy, ez egy valóban új jelenség. És kíváncsi vagyok, hogy meddig tartható fenn, mert láthatóan láthatólag most még fenntartható az, hogy valójában itt nincs igazából párt, nincs igazából szervezet, nincs igazából politikai közösségépítés, ugye a Tisza szigetek is kicsit másról szólnak. Tehát van egy egyszemélyes projekt, egy ilyen politikai MLM kísérlet gyakorlatilag, ami zajlik, talán ezt a Hont András mondta, és valami miről van szó szerintem is. Szóval érdekes lesz látni, hogy ez mire fut ki. Na most én a legutóbbi hetekben kijött ilyen ellenzéki, vagy mondjuk baloldali kutatóknak az adatait, ezt sajnos nem tudom elhinni. Tehát az, hogy, hogy, hogy itt már tizenakárhány akárhány százalékot ver a Tisza a Fideszre, én elhinném, hogyha látnám ennek a hátterét alapját, de én alapvetően ezt nem látom. Tehát én azt hiszem, hogy a, ha jól tudom, a század végnél ilyen 5, és 10 százalék közötti előnyt mérnek a Fidesznek a Tiszával szemben, és azt hiszem, hogy az a reális. Tehát nem látom, hogy, nem látom, hogy, hogy mi lehetne e ami, 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 felhajtó erő lenne, vagy valami olyan földrengésszerű változás lenne, ami kiválthatta volna ezt a, ezt, a, ezt a módosulást a két nagy tömb között. De hogyha a századvég kutatása a reális, akkor is ez egy változás mondjuk az előző évekhez képest. Tehát ennyire ellenzéki párt, több, az összefogást nem közelítette meg a kormánypártokat. Hmm, hasonlót mértek már azt hiszem a Márkizai esetében is, amikor a, a, az előválasztást ö, megnyerte. Én pontos számot persze már nem tudok, az nem, elfelejtettük ezt a dolgot, de, ö, de akkor is hatalmas előnyt mértek, sőt, hogyha visszaemlékszünk rá, akkor talán 2022-ben jósolták is a, az, az, az egybesült ellenzéknek a győzelmét. Fölényes győzelmet jósoltak, ezt is elfelejtettük már, de ilyen is volt, és aztán végül a Fidesz az kétharmadal nyerte meg a választást, úgyhogy én nagyon óvatos vagyok ezekkel a kutatásokkal szemben. Ez így van, de még visszatérek oda, hogy a Tisza szavazói kik lehetnek, hogy lehetnek. Te hogyan látod itt az elmúlt egy év, 2024 nem rengette meg a Fidesz táborát semmilyen módon? Tehát nem csak a magszavazókra gondolok, hanem mondjuk azokra is, akik kicsit azért távolabb vannak, de mégis a Fideszre szavaztak eddig. Nem, nem. Szerintem a Fidesz tábora az egyben maradt, én azt látom. Tehát azért is mondom, hogy szerintem, szerintem dekára pontosan megvannak az ellenzéki szavazók, és ez onnan is látszik, hogy a kárvallottjai a Magyar Péter jelenségnek azok az ellenzéki pártok. És látszik is a szenvedés, még a dk is, ami egy kicsit őszintén szóval az lepett meg, talán a legjobban azt hittem, hogy az egy ilyen hárdkországt a demokratikus koalíció, de hogy még onnan is sikerült szakítani a szavazókat Magyar Péternek, én azt hiszem, hogy a Fidesz tábora az intakt maradt. Azt mondják, hogy egy-két egy százalékot talán ö, levet belőle, de, de nem jelentős. Tehát a, én nem hiszem, hogy a Fidesz kemény magtábor az biztos, hogy, a, hogy hogy továbbra is a, a Fidesz támogatja. Ö, vannak bizonytalanok, azok mindig vannak. Aztán majd meglátjuk, hogy ők hogy döntenek, a, amikor majd itt van a választás. Szerintem ez egyértelműen az ellenzéki oldalon egy átrendeződés, nem a, nem a, a Fidesz és az ellenzék közötti átrendeződés. Ja azért is kérdeztem, hogy mik lehetnek ennek az, ezeknek a változásoknak akár a pozitív, akár a negatív belejárói, azt látjuk, hogy a szerintem a közéletben, amit látunk, vagy ami történik a lehallgatós díj, az agresszív, fellépés, se, akár magyar Péternek bizonyos személyek ellen, de az erre való reakciók is sok esetben, hát azt mondaná az ember, hogy méltóságon aluljak. tehát, hogy, hogy ami, ami ezzel együtt jár, az mindenképpen negatívnak tűnik. De hát neki ez a karaktere, szóval ő azzal lépett be a politikai életbe, hogy a saját feleségét hallgatta le. És persze azt mondhatjuk, hogy a moralizálás az nem tartozik a helyén való politika eszköztárába, de a probléma az, hogy tényleg vannak szerintem olyan dolgok, amiket az ember úgy nem csinál meg, például a feleségét nem hallgatja le. Tehát, hogy ez, nekem, egyáltalán, nekem fura az, hogy ez valakinek egyáltalán eszébe jut, hogy ő hangfelvételt készítsen a, konyhából, a konyhában a saját feleségéről. Tehát az vicces, amikor Magyar Péter mondjuk azért derpeg, mert a volt barátnője őt lehallgatta, hát ez a megöntözött öntöző esete, szóval kicsit ironikus a helyzet, amikor tényleg neki ez a problémája, hogy őt valaki lehallgatta, miközben, miközben neki ez volt a terméke, hogy ő, hogy ő lehallgatott valakit. Tehát a, az biztos, hogy a, az ő fellépése az annyiban új minőséget, ha lehet ilyet mondani, új minőséget hozott a magyar politikába, hogy ennyire nyíltan és gátlástalanul nihilista szereplője talán nem volt még a magyar politika életnek. A, mondjuk a Gyurcsány Ferenc jut még eszembe, aki, aki szintén ezeket a, a emberek közötti morális megállapodásokat, meg normákat azokat szerette felrúgni és nem betartani. De hogy valaki ennyire nyíltan, le, mert még a Gyurcsány híres hazugsága is még szűk körben hangzott el, tehát nem, nem ilyen nyíltan, mint a, mint a Magyar Péter esetében, tehát ennyire nyíltan nihilista uh, hőse az ellenzéknek még nem volt. Én azt hiszem, hogy tartanak még a mézesetek az ellenzéki szavazók részéről. A, egy részben meglepez engem, mert azt hittem, hogy, hogy kicsit uh, hamarabb uh, ábrándulnak ki a hősükből, de, de most úgy látom, hogy legalábbis az ellenzéki szavazók szemében Magyar Péter az gyakorlatilag bármit megtehetett. Tehát a Csecsemőket fogyasztott volna, azt is elfogadnák, mert most az, most az a fontos, hogy. Tehát egy dolog fontos, ez az O1G alapelv, hogy mindegy, hogy ki, csak valaki takarítsa el az Orbán Viktort. Mikor az ember nézi ezeket a helyszíni riportokat a Magyar Péternek a tüntetéseiről, akkor a hívei nagyjából ezt mondják. Persze, ilyen, meg olyan, meg nem tökéletes, meg, meg, vannak neki hibái, de végre valaki, aki talán eltakarítja az Orbánt. És ezért gyakorlatilag most bármit megbocsátanak neki. lehet -e ennek pozitív hatása? Akár gondolok arra, hogy szokták mondani, hogy legalább izgalmas -e a belpolitika, legalább létrejöhet egy versenyhelyzet, ami azért az elmúlt években nem volt jellemző, tehát hiába volt ott az összefogás, a mérések alapján közelebb a Fideszhez, azért rendes versenyhelyzet nem alakult ki. Nem voltak olyan személyek, akik, akikkel kapcsolatban Orbán Viktort meg lehetett volna versenyeztetni. Most szerinted van? Hát, hogyha önmagában azt veszük most elvonatkoztatva a konkrétumoktól, hogy versenyhelyzet van és örülünk a versenynek, akkor persze örülhetünk a versenynek, de én azt hiszem, hogy a Magyar Péter színrelépése az egyetemben egy negatív fejlemény a magyar politikában. És a legviccesebb az egészben az, hogy a teljes ellenzék egy olyan figura mögött sorakozott fel, aki mondhatjuk, hogy, hogy a, a, gyakorlatilag a NER legrosszabb arca. Tehát ami miatt a NERT... Egy évtizeden keresztül bírálták az ellenzékiek, hogy, hogy nem tudom, semmire kell adott esetben korrupt, most ezt, magyar Péterről ezt nem tudjuk, de azt biztos, hogy tudjuk, hogy nem állásai voltak, hanem állami pozíciói, amikből nem kevés pénzt szedett ki, tehát, hogy ingyen élő az adófizetők pénzén élő, élősködő, figura, gátlástalan, nincsenek morális alapelvei, tehát azt mondhatjuk, hogy ő a NER legrosszabb arca, és most ők az ő hívei. Szóval, szóval nem tartom egyáltalán pozitív fejleménynek az ő fellépését. Nem egy olyan tartalmi, tartalmi értelemben is kvalitásos vagy, 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 minőségi kihívás érkezett a fidesz szemben, amire azt lehetne mondani, hogy ez legalább valami intellektuálisan izgalmas, vagy politikailag izgalmas, intellektuálisan egyáltalán nem izgalmas szerintem a Magyar Péter és a Tisza párt, tehát nem, azt sem tudom, hogy miről szól, szóval senki nem tudja, hogy miről szól azon kívül, hogy, hogy o 1 Tehát nincsen semmi olyan, olyan érdekesség benne, ami miatt azt mondanám, hogy, hogy, hogy erre ilyen értelemben érdemes odafigyelni. Tehát nyilván politikai értelemben érdemes odafigyelni rá, akiknek oda kell figyelniük, de de nem egy olyan jelenség Magyar Péter, most a Tisza Pátról is úgy beszélünk egyébként, mintha ez tényleg egy párt lenne, de valójában csak Magyar Péterről beszélünk, nem egy olyan jelenség, amelyik mondjuk intellektuálisan izgalmas, vagy olyan értő szellemileg, politikailag izgalmas lenne. Szóval nem tartom pozitívnak egyébként a megjelenését. lesz van a következő kérdésem, de akkor ezt komolyan mondod, hogy nem látsz, nem lát. Tudod benne egyáltalán a politikai gondolatot? Nem. Tehát azt, amit mond, az egy politikai kommunikáció, nincs, hogy a mögött nincs. nincs tartalom? Nincsen gondolat. Nincsen. Tehát ezek ilyen újrahasznosított szövegek, ami a maga nemében egyébként vicces, mert a fidesz újrahasznosított szövegeket ö, ismételgeti. Tehát van abban irónia, hogy nem tudom a volt kemény mag ilyen kommunista vagy munkásör szektások kimennek egy Magyar Péter gyűlire és mondjuk gyukas zászlót lengetnek meg, meg fideszes szövegekre tapsolnak, tehát ilyen értelem mondjuk legalább szórakoztatóipari értéke van, de én azt nem látom, hogy mi a, a gondolat a Magyar Péter féle pedig rengeteget beszél. Tehát, hogy rengeteget azt nem lehet beszél, mondani, hogy, tehát, hogy, hogy elbújt volna. Nagyon sok a leve. Minden nap ott van a Facebookon. Így van, nagyon sok a leve. Hát meg fényképeket tesz ki saját magáról mindenféle pozíciókban, tehát most ez nem egy politikai tartalom, tehát ez egy, ez egy ilyen insta-celepség, vagy insta-modelkedés. Szóval nincsen szerintem semmi újrahasznosított gondolatok vannak, tehát másoktól ellopott szövegek vannak, ezek vannak így mixelve, meg hát a korábbi ellenzék ilyen, tudom én, DK-s vannak újra hasznosítva. Tehát ezeknek valamiféle furcsa keveréke, de nem gondolat az nincs. Nem Na át, jó, gondolatom. igen, ezt ugye elmondták itt az Európai Uniós választások ellen is, előtt is többen egyébként jobb és baloldali, akár politikai elemzők is, hogy hogy teljesen tartalmatlan az egész, egyáltalán nincs, nincs maga az ember, vagy maga a párt fenn a politikai palettán. Aztán láttuk, hogy azért szavaztak rá az emberek. És az, arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan látod, hogy jelenthet-e veszélyt, és akkor ezt most egy picit kitágítom itt a kört Magyarországon túl is, jelenthet-e veszélyt ezek a fajta jelenségek, mégis a gyakorlati valós politikára. Mert ugye most itt a román választások kapcsán felmerült egy ilyen, hogy ott az elnök választásnál egy olyan ember nyert az első fordulóban, akit igazából még az újságírók sem nagyon ismertek, hanem a TikTokon keresztül futott fel, és rengeteg szavazatot kapott. Tehát, hogy lehet mondani azt, hogy nincs tartalom, az is lehet, hogy valaki nagyon szélsőséges, az is lehet, hogy igazából az emberek nem is biztos, hogy egyetértenének, ha tudnák, hogy mi a gondolat, de maga a jelenség az itt ugyanerről, itt ugyanerről beszélünk. De nagyon jót rögtem azon, hogy a, hogy az Európai Bizottság kezdett vizsgálódni, hogy a TikToknak milyen befolyása volt a román választásokra. Miért nem kezdik el azt vizsgálni, hogy a Magyar Péter felfutásában milyen szerepe van a Facebooknak? Mert gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, csak egy másik platform futtatja föl. Ugye Magyar Péter talán első embere az Európai Parlamentben, Dávid Dóra, aki a Facebook alkalmazottja volt, vagy mindig a Facebook, nem tudom, hogy nyilvánvalóan a Facebooknak dolgozott, dolgozik. Szóval egyértelműen egy ilyen közösségi médiás, ilyen influencer típusú politizálásnak a megtestesítője. Olyan értelmen természetesen foglalkozni kell, és van vele, és van valós veszélye az ő fellépésének. Az első leges probléma az, hogy ő, ő ugyanúgy bejelentkezett ilyen gyarmati végrehajtónak, mint a korábbi ellenzék ezt ő gyakorlatilag el is mondta, folyamatosan úgy szavaz a néppárttal együtt, hogy, hogy, hogy a külföldi irányvonal legyen érvényes Magyarországon is. Ezt el is mondta egy videóban, hogy ahhoz, hogy megjöjjenek az uniós pénzek, egy, egy pici szuverenitásról le kell mondani. Ez az icipici, ez mindig egy picit több, de folyamatosan egy nagyon pici szuverenitásról le kell mondani, és ezt ő a saját szájával mondta. Tehát az egészen egyértelmű, hogy Magyar Péter a, a magyar nemzeti érdekekkel, érdekekkel szemben a brüsszeli érdekeket képviseli, hát azért szegődött oda Manfred Weber mellé, azért támogatják azokat az ügyeket, amiket a néppár támogat, és azért mondta azt, hogy egy iciri-piciri szuverenitásról azért még le kéne mondani, nem mint hogyha Magyarország nem mondott volna már le elégről a csatlakozása óta, most még egy piciről le kéne mondani ahhoz, hogy a nekünk járó pénzeket megkapjuk, szóval... Szóval ilyen jellegű veszély van, tehát ő az influencerkedésen túl tartalmilag majd azt csinálná, amit a, a brüsszeli gazdái elvárnak tőle, ez legyen akár a bevándorlás, vagy akár bármi más, ugye, ami most nekik fontos. De a háború az most egy kicsit bonyolultabb, hogy volt egy amerikai elnök választás, az most nem annyira egyértelmű, hogy hogy ők most mit képviselhetnek és mit nem, de eddig legalábbis a brüsszeli irányvonal az az volt, és most is azt hiszem, hogy ez a szlogen, hogy, hogy ameddig csak kell, addig, addig kell Ukrajna mellett állni a háborús erőfeszítésekbe, és támogatni a háborús erőfeszítéseit Ukrajnának. Tehát ilyen értelemben van veszély. Ez nem azt jelenti, hogy van gondolat mögötte, mert az továbbra sincsen. Tehát én próbáltam egyébként, Isten látja lelkem, végighallgatni az ilyen Fidel Castro hosszúságú beszédeit a Magyar Péternek, de hogy valójában mit akar mondani, az nem egészen világos. Azon kívül, hogy tévés riporterek nyaralása a problémája, tehát volt valamilyen, hogy ATV-s riporternőnek a, az a probléma, hogy ő elment nyaralni. Tehát össze-vissza beszélés van, újrahasznosított szlogenek részben, fideszes szövegek részben, pedig ilyen DK-s komment folyamból kiemelt szövegek, ez nem gondolat, de kétség kívül mondjuk a brüsszeliták találtak egy embert, egy következő jelöltet, akivel végrehajthatnák a saját politikájukat. Ugye Magyar Péter most gyermekotthonokat jár, nyáron kórházakat járt, illetve most országot Ez meg a hatházi modell. Tehát azt szeretném mondani, hogy ez is volt már. Tehát ezt is láttuk már, ez meg a hatházi, most a, lehet, hogy akkor a hatházival kerültek konkurenciába, de, de ezt is láttuk már. Tehát nem újdonság szerinted az, hogy ezekre a dolgokra hívja Egyáltalán. Fel figyelmet, az annyi újdonság, újdonság van, el. hogy két marcon a testőrrel jár, és ne féljetek a szlogenje. Ez egy újdonság. Ha jól emlékszem, akkor hatházi Ákos nem járt ö, testőrökkel. Ez, ez egy újdonság, de egy más újdonság ebben sincsen. Na, de akkor ez elképzelhető, és most akkor ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hogy ezeken a közösségi médiákon keresztül felívelő pályák adott esetben politikai pályát jelentenek. Abszolút. És Abszolut. még az is előfordulhat, hogy valaki politikai vezetői pozícióba jut ez által. Hogyne, hogyne. Hát a, szerintem azt ismerték föl, és ezt a, mondhatjuk így, hogy javára írhatjuk Magyar Péternek, vagy a tanácsadóinak, hogy, hogy valójában a politikai sikerhez ma nem feltétlenül szükséges politikai szervezetépítés. Tehát egy ilyen közösségi médiás, ilyen insta modelkedéssel és hasonlókkal ö, lehet politikai sikert elérni. Tehát most ezt a kísérletet látjuk. A probléma az, azt hiszem, amikor legutóbb itt voltam, akkor is érintettük ezt a témát, a probléma az, hogy ezzel lehet politikai sikert elérni, adott esetben még választást is nyerni, ugye Szlovákiában volt erre példa, kormányozni már nem Szokott sikerülni utána. Tehát az már egy másik bűfaj. Témát váltok, ha nem bánod, és Jó. az európai civilizáció megújításának alapelveiről szeretnélek kérdezni. Ugye én az indexen olvastam, de biztos nem itt jelent meg, úgyhogy majd kérném a. Teredet. Ott jelent meg. Ott jelent meg, Aha, igen? igen. Akkor akkor ez a forrás, az index, az európai Kultúr kiválósági program keretében egy Lánci Andrással és Demeter Szilárdal közösen írt tanulmánynak nevezzük, vagy cikk. cikk. inkább cikknek, amelyben arról írtok, hogy hogyan lehetne az európai civilizációt megújítani, és ennek mi lehet, mik lehetnének az alapelvei, és akkor anélkül, hogy én most ezt itt nagyon elemezgetném, vagy így ismertetném, az első kérdésem az, hogy milyen célból írtátok, és miért gondoljátok azt, hogy az európai civilizációt meg kell újítani? Szerintem az mint mindhárom szerzőnek más megfontolásai lehetnek. Egy olyan titkot elárulhatok, hogy, hogy ennek a vázát a Szilárd, a Demeter Szilárd írta, és aztán tovább küldte nekem, hogy beleszeretnék-e valamit dolgozni, és akkor kicsit, kicsit még finomítottam rajta, illetve aztán még a Lánci András bevontuk, akinek én azt hiszem, hogy az Andrásnak ez egy ilyen fő vagy a legfőbb projektje, ez az európai gondolkodás, európai kultúra megújítása, ugye a saját intézete is gyakorlatilag erről szól. Nyilván Demeter Szilárd intézményvezető, tehát neki, neki mondjuk más a fókusz, mint, mint az Andrásnak meg nekem. De abban egyetértettünk, hogy valahol, valamilyen értelemben a forrásokhoz kéne visszamenni. Tehát van egy ilyen szenvedés, Európában egyáltalán nem tudjuk, hogy mit jelent Európa. Azt hiszem, hogy van egy alapvető európai sikertelenség is. Nem, nem, nem szerepel most jól a, a világtabellán Európa. Tehát ahogy most kinéz a dolog, úgy néz ki, hogy az Egyesült Államok és, és Ázsia egyes felemelkedő hatalmai, azok politikailag, gazdaságilag, technológiailag, katonailag egyre jobbak, egyre erősebbek. Ez még az Egyesült Államokra is elmondható egyébként. Tehát az, a, az Egyesült Államok hanyatlása az szerintem, hogyha van ilyen, akkor az még egy viszonylag hosszú kifutású folyamat. Viszont Európának nem Európában vannak a gazdái. Európa lemaradt, Európa gazdaságilag egyre jelentéktelenebb, katonailag, gyakorlatilag nem létezik, és az egyetlen, amit föl tudnak kínálni a, a világnak, az a, az a kultúr, azok a kulturális kincsei, azokat pedig nem nagyon szeretné felemlegetni, mindenféle csúnyaságot mondanak Európában, az európai örökségre halott fehér férfiak által írt nagy művek, azok nem, nem népszerűek manapság Európában. Szerintem... Nagyon röviden egyszerű az európai kultúrkincs összetétele, ez a görög-római meg a zsidó-keresztény hagyomány. Mása meg nagyon nincs, tehát voltak kísérletek az elmúlt néhány száz évben arra, hogy, hogy ezzel szemben valami más, egy új kultúrát építsenek föl, egy új embert alkossanak meg, és minden ilyen próbálkozás az kudarcos volt. És szerintem bármi is a motivációja a három különböző szerzőnek, abban egyet értettünk, hogy már csak a kudarcos kísérletekből kiindulva is jobb, hogyha visszanyúlunk az eredeti örökségünkhöz. A részemről csak egy intellektuális érdeklődés motiválta ezt az írást. Én is próbálom keresni, hogy de pusztán egy ilyen elvont módon, tehát nem, nem feltétlenül politikai szándékkal, hogy mi lehet, a, mi lehet az, amiből Európa újra tudna építkezni, és szerintem, tehát amit, ami mondjuk Európa exportja volt az elmúlt néhány száz évben, mondjuk az Egyesült Államok is egy európai export kulturális értelemben. Tehát Európa akkor még képes volt arra, hogy gyakorlatilag a szellemi magfajt szétszórja a világba, most mondhatjuk, hogy egyébként még, a, még az orosz kommunizmus is egy, egy európai exportcikk volt, az mond, arra mondja, az kevésbé adok mondjuk büszkeségre, de, kétség, de kétségtelen, hogy voltak olyan szellemi termékei, ma úgy mondanák, úgy mondanák hogy innovációi Európának, amivel gyakorlatilag megtermékenyítette az egész világot. És most nagyon nagy kérdés, hogy most mi ez? Tehát mi az, amit Európa, amit Európa fel tud mutatni, és amivel Európa több lehet, mint a világ többi része, azon túl, hogy mondjuk az ázsiai, meg az amerikai elit, hát ha még neki érdekükben áll olyan értelemben fenntartani Európát, hogy nagyon kellemes nyaralóhelyei vannak, és vannak szép épületei, ha még azokat hajlandóak vagyunk megőrizni. Szóval mi az, amivel még Európa hozzá tud adni a világhoz? Amivel hozzá tudott adni mondjuk nagyjából 500 éven keresztül, a reneszánsztól számítva, az, az mi lehet? Nagyon jó kérdés, de előtte nem kell megválaszolni azt a kérdést, hogy egyáltalán mit vesztett el Európa? Tehát a sikertelenségének mi az oka, a hol kezdeményezőkés, kezdeményezőkészségét A kezdeményezőkészségét, a kreativitását szerintem a, 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 a saját múltjának a tagadása, a, a saját hagyományainak az elvetése az, paradox módon, ami lehetetlenné teszi az, hogy, hogy újításra, kezdeményezésre legyen képes. Tehát annyira beleragadtunk, főleg az utóbbi évtizedekben, főleg a második világháború óta abba, hogy nekünk semmi nem kell a múltból, és valami újat kell létrehoznunk azonnal, hogy elvágtuk magunkat azoktól a forrásoktól, amiből bármiféle újítás vagy, vagy kezdeményezőkészség kinőhetne. É, és azt hiszem, hogyha Lánc András itt lenne, akkor is azt mondaná, hogy alapvetően egy gondolkodásbeli problémáról van szó, tehát vissza kéne térnünk a gondolkodáshoz, és gondolkodnunk kéne ezekről a problémákról, mert ezek nem, alapvetően nem technikai, és bizonyos értelemben nem, nem is politikai kérdések. É, és az újrafelfedezés, meg az újrafeldolgozás az egy lassú, fáradtságos munka, ez ma nem népszerű nem népszerű az, hogy le kéne ülnünk és olvasnunk, kéne többet gondolkodni ezekről a problémákról, ezek nem népszerű megoldások, mert mindenki a gyorsabb megoldásokat kedveli. De az eredménye viszont az, hogy amúgy technológiában, meg minden másban is lemarad Európa. Egyébként az orosz-ukrán háború az szerintem jó példa a Európa önállótlanságára. Ez egy gyakorlatilag Európa azt csinálta, amit Amerika kért tőle, most majd, ha mást fog kérni Amerika, amire van némi esély, akkor majd máshoz kell alkalmazkodnia. De abszolút egy ilyen kiszolgáló személyzetté vált a európa politikai vezetése, szellemileg restek, szerintem semmit nem gondolnak a világról, ennyiben Magyar Péter egyébként abszolút beleélik ebbe a, ebbe a miskulanciába. És hát gyakorlatilag erről szól. Ez igazából egy diagnózis. Én, én nagyon pessimista vagyok, a megoldási javaslatokkal kapcsolatban nyilván ebben az írásban van néhány mondjuk irányelv, amit lehetne érvényesíteni, de hogy hogyan lehetne ezt a mai helyzetben megcsinálni, az a kapcsolatban én is pessimista és eléggé szkeptikus vagyok. Szerinted itt a társadalommal történt meg mindaz, ami miatt ez a kezdeményező készség, kreativitás hát a háttérbe szorult, vagy itt a politika, tehát hogy, hogy mondjam, az elit az, aki most a felelősség tehető, azt azért nem igazán szeretném így befejezni a mondatot, mert nem biztos, hogy most ez az elsődleges cél, felelősséget kell keresni, de mégis azért valamilyen módon, ha meg akarjuk keresni, hogy hol esett a fejszel a vízbe, akkor ez egy fontos de kérdés. De szerintem a, a, politikai, meg a, meg a, szel a szel a az felelős ezért az állapotért. Az elmúlt mondjuk száz évnek a politikai és szellemi vezetői azok felelősek azért a helyzetért, ami kialakult. Tehát sem egy önállóságra törekvés nem látunk, sem azt, hogy tehát kifejezetten a, a saját múltunk tagadása és az attól magunkat attól elvágni szándékozó kísérletek azok, amik dominálták az elmúlt évtizedeket, vagy mondjuk az elmúlt száz évet. Úgyhogy ők mindenképpen felelőssé tehetők ebben. Én, én, úgy érzem. Itt az irányelvekkel kapcsolatban nem lesz időnk minden, mindegyiken menni, úgyhogy csak egyet-kettőt emelni ki, ami számomra esetleg érdekes a hierarchiának a kérdése. Ugye amikor azt mondom, hogy hierarchia, vagy azt, hogy valaki valaki felett áll, akkor a mai világban ettől nagyon fáznak. Na hát pont erről van szó. <gül> <gül> Tehát, ö... hát ezek, a... nem gondolom, hogy ezek népszerűek lennének, amiket mi itt leírtunk, mert ö... olyan ö ezek olyan irányelvek, vagy olyan megfontolások, amelyek szembe mennek erőteljesen a korszellemmel. Ugye az egyik a korszellemnek az egyik magva szerintem ez az egyenlőség, és az egyenlőségnek ugye van egy gazdasági kívánalma, ez ma szerintem Európában kevésbé domináns, mert a jóléti államokban azért bár recseg-ropog már jó ideje, már 30-40 éve recseg-ropog, de de, de relatív jólét van főleg a nyugat-európai országokban, ezért azzal nem igazán foglalkoznak, hogy, hogy, hogy most a gazdasági egyenlőség mennyire valós, valósul meg. Ez még a korábbi kísérletnek volt a kívánalma. De az, hogy mondjuk morálisan egyenlőek vagyunk, bármit is csinálunk, az mondjuk egy ilyen hallgatólagosan elfogadott alapelve a, a mai kultúrának. Na, ez egy probléma. Tehát a hierarchiával kapcsolatban szerintem két fontos dolgot érdemes megemlíteni. Az egyik az, hogyha azt mondjuk, hogy nem fogadjuk el ezt a morális egyenlőség alapelvét, akkor létezik hierarchia, tehát vannak jobb és rosszabb életgyakorlatok vannak. Most az a politikának meg a filozófiának ilyen szempontból a kérdés az közös, hogy milyen a jó élet. És a jó életre való válaszok azok ugyan sokfélék, de ettől még vannak jó meg rossz gyakorlatok. Na most ezt ma, ezt ma kimondani, ez, ez szerintem Tehát ilyen, hogy van olyan, ami rossz életgyakorlat, meg van, ami jó életgyakorlat, ez szentem ma. És ez, ez, egy, ez azt feltételezi, hogy van az életgyakorlatoknak is egy hierarchiája. Ez nem a pluralizmus tagadása, tehát épp ellenkezőleg. Tehát nagyon sokféle jó életgyakorlat lehet, de vannak jók, meg vannak rosszak, ezeket azért így a hagyomány során kiválogattuk. A másik pedig az, és ez is kérdés, hogy, hogy valójában működhet az élet Hierarchia nélkül. Most az élet strukturális oldaláról beszélek. Tehát, hogy vannak, akik döntenek, vannak, akik vezetnek, és ők viselik a felelősséget is. Tehát ez a régi modell, ami elfogadja a hierarchiát. Én nem valami misztikus rajongásból fogadom el a hierarchiát, mert nem gondolom, hogy, hogy, hogy feltétlenül ez lenne ennek a gyökere. Elég hozzá egy praktikus belátás, hogy máshogy a dolgok nem működnek. Tehát vannak, akik vezetnek, azoknak kell a felelősséget vállalni. És De ma az, a trükk, ma az a trükk zajlik, hogy hát valójában senki sem vezető, ezért nem is kell felelősséget vállalni. Igazából senki sem vállalja a felelősséget, mert a felelősség az közös. De ugye ez már a családban elkezdődik. Hogyne? amikor egy szülő úgy neveli a gyermekét, hogy nem mint aki vezetni akarja, vagy Persze. elvezetni őt a jó életre, vagy hogy mi a jó élet A gyakorlat? család az egy kiváló példa erre egyébként, mert hát, akinek van gyereke, ugye a gyereket azt nevelni kell, a nevelés az, az ugye sokoldalú tevékenység, mondjuk így, de az nem igaz, hogy nem kéne adott esetben szigort alkalmazni a gyerekkel szemben. Ez nem a Márki Zaj, Péter féle megfejtés, hogy akkor tenyérrel ütöm a gyereket, meg hasonlók, tehát nem erről beszélek, de, de az, hogy, 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 határokat kell neki szabni, az egyébként ezek a dolgok rajta segítenek, tehát aki nevel gyereket, az tudja, hogy a, a, korlátok, szabályok felállítása valójában a gyereket segíti, nem elnyomja, hanem segíti. Tehát ez egy jó példa arra, hogy, hogy, hogy milyen a jó életgyakorlat. Ez, kicsiben a család az leképezi ezt. És nyilvánvalóan ott is egyébként hierarchia van, mert a szülő a szülő, a gyerek meg gyerek, de ez nem azt jelenti, hogy a gyereket elnyomjuk, tehát mindezekkel a dolgokkal tehát ez, egy, ez a szeretet kifejeződése valójában, ilyen értelemben például a szigor is, vagy a szabályok felállítása is a szeretet kifejeződése. Tehát ezek bonyolult összefüggések persze, de ma ezeket a korábban abszolút elfogadott és nem megkérdőjelezett dolgokat vitatják. Még van itt két ilyen irányelv, az elitképzés és a kiválóság, hogy e szerint a, a cikk szerint vissza kell térni a valódi elitképzéshez és a kiválóság kultuszához, ami az Európai Egyetemek évszázados hagyománya volt, illetve ugye majd a kényelem kultuszról szeretnélek megkérdezni. Ugye az egyetemek kapcsán azt azért talán veled is beszélgettünk erről jó pár hónappal ezelőtt, hogy az, el, hogy az egyetemek azok egy olyan fészkek, vagy olyan helyek, ahonnan sok minden el tud indulni. Tehát ugye a, a diáklázadásokra csak, ha gondolunk. Ha hogy hát, hogy jól látom az Egyesült Államok mostani, egyetemeinek a mostani helyzetét, leginkább ilyen hamászból indulnak onnan. Tehát igen, nagyon sok minden el tud onnan indulni. De ez már egyébként régebben is így volt, ez az az érdekes, hogy már a 70-es években, 60-as-70-es években, amikor Izrael vívta a háborúit, akkor az amerikai egyetemek voltak mindig a annak, az antiszemitizmusnak jó formán. Most elnézést, hogy most nem, így, lehet, Most ez nem így nevezik, mert ugye az, mint tudjuk, az, az szerintük mást jelent. Hát nem tudom, hogy a... Hogy hogy ez nem antiszemitizmusa, hogy egy olyan szervezetet támogatnak nagyon hangosan, akiknek a céljuk Izrael eltörlése a földből, tehát a zsidók meggyilkolása, de mindegy, most ez persze részletkérdés. Igen, ez azért van, mert a, 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 a 60-as évektől kezdve az új baloldalnak a projektjének egy része volt egyébként ez, a, ez az izrael ellenesség, amikor feladták a, az osztályharcos történetet az osztályhoz történetet muszáj volt feladniuk, ugye, mert a, látták, hogy a nyugati úgynevezett munkásosztály az egyáltalán nem vevő a, a, nemzetközi marxista forradalomra. Egész jól kibékültek a jóléti állammal, úgy nagyjából a saját nemzetükben is úgy otthon érezték magukat, tehát nem akartak se nemzetköziséget, sem forradalmat. És akkor kellett találni új elnyomott kisebbségeket, és akkoriban ez a harmadik világ iránti rajongás jegyében megtalálták a különböző ilyen színes kisebbségeket, meg főleg tehát mondjuk ott Izrael mellett nyilván az arabokat, palesztinokat, hogy ők el vannak nyomva, és akkor megtalálták az új elnyomó-elnyomott dihotómiát. És ez már elég régóta megy, tehát már a, a német terrorbrigádoknak is az első merényletei valójában zsidó célpontok ellen, tehát ott is zsidó, berlini zsidóházat támadták meg először. És ha jól emlékszem, akkor ott nem robbant fel a pokolgép, de az volt az egyik első akciója, az egyik első ilyen, ilyen <coughs> 70-es évekbeli német terror, baloldali terrorbrigádnak. Tehát ez egy, régi, ez egy régi történet. És valóban az egyetemekről indult ez. De ugye az egyetemekről nagyon sok minden indult, ugye itt most az elitképzést, ha vissza akarja szerezni, egyetem ki akarja visszaszerezni, tehát, így, tehát hogy ez így. is jó kérdés, tehát hogy, hogy a elitképzés rendben, de kinek az elitjét képezzük ki? Hát a másik kérdés, igen, hát a másik kérdés az, hogy lehet, hogy egyébként most is ez zajlik, csak csak egy másfajta elitet képeznek ki, akik mondjuk nem klasszikus európai műveltséget helyezik előtérbe, hanem a az új típusú a régebbi tagadót. Tehát ebben, ebben abszolút van valami. Kényelem kultusz felszámolása az európai <höhönt> civilizáció csak akkor maradhat életképes, ha polgárai készek áldozatokat hozni érte. Fogyasztói, politikai, hedonizmus, stb. stb. Ez a... Ugye a, a jóléti állam az egy kicsit elkényelmesített minket. A háborúktól való időbeni vagy térbeli távolság is kicsit elkényelmesített minket és szerintem Európa, most láttam is néhány elemzést erről, hogy Európa nagyon rosszul áll, köztük Magyarország is egyébként, abban, hogy mennyire hajlandóak az emberek, mennyire lennének hajlandóak az emberek mondjuk katonaként megvédeni a saját hazájukat. És a rossz hír az egyébként, hogy már van egy ilyen, van egy ilyen hallgatólagos elképzelés arról, hogy hát azért van a NATO, mert akkor nekünk nem kell megvédenünk magunkat. Most a, mi a NATO tagjai vagyunk, tehát a NATO-ban vannak magyar katonák is, ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogyha valóban veszély lenne, akkor az égvilágon senkinek nem lenne valójában fontos mondjuk Magyarország megvédése csak nekünk. És hogyha a magyar fiatal férfiak úgy gondolják, hogy ők, hát ők nem mennének harcolni, hát akkor az, az egy eléggé rossz hír. Magyarország számára, ez nem csak Magyarországon van így, ez nyugat-európában lehet, hogy még rosszabb az arány, hogy az ottaniak. Tehát én azért, azért is nem hiszek abban, hogy, hogy Európa komolyan gondolja ezt a világháborús projektet, mert az, hogy mondjuk Franciaországba, meg Németországba megérkeznek a sorozat katonáknak, a katonagyerekeknek a sírjai, vagy, a koporsói, az, az, az gyakorlatilag elképzelhetetlen. Nem, 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 tudná befogadni a társadalom. Nem tudná befogadni. Még egyébként még az oroszoknál is szerintem kérdés, hogy ugye ott sem a sorozat katonák harcolnak, még ott is kérdés, hogy, hogy, hogy mennyire nyelnék le, pedig az, az orosz az egy ilyen értelemben egy kicsit keményebb társadalom, mint a, mint a nyugati. Szóval az, hogy, hogy nekem kötelességet kell vállalnom, vagy áldozatokat kell vállalnom az adott esetben a szélesebb közösségemért, a, a családomért, a, a, hely, ahol élek, az országomért, ezek mint hogyha kezdenek feled, kezdenének feledésbe merülni teljes, teljes, mértékben. Tehát ugyanezt látjuk egyébként a család kapcsán Tehát a család szétesése szerintem nyugaton az nagyban köszönhető annak, hogy nem szeretnék nagyon felelősséget vállalni, nem szeretnék áldozatokat hozni, még egy ilyen kisebb közösségért sem, mint ami a családom. Nem szeretnék áldozatot hozni a gyerekemért, halálosan kényelemben el tudok élni, éppen úgy élek, ahogy kedvem tartja, és az ilyen dolgok, mint mondjuk a gyerek, meg a család, az korlátoz engem ebben a törekvésemben, hogy én az adott pillanatban úgy éljek, ahogy én szeretnék. Tehát ez egy komolyabb probléma, és ugyancsak a, a, gondolkodásból fakad, vagy hozzáállásból fakad, és egy hát most már hosszú évtizedes akna munkának az eredménye szerintem ez a éj úgy, ahogy kedved szottyan parancsát érvényesítik nyugaton. De hát ennek a következménye az, hogy ennek a kényelemnek, amit most élvezünk, annak az előfeltételei megszűnnek, és ezzel a kényelem is meg fog szűnni, hogyha mi ezt nem vagyunk. Tehát ezért az élet tele van ilyen paradoxonokkal, tehát ahhoz, hogy mi viszonylag kényelmesen élhessünk, és azt mondhassuk, hogy jó életet élünk, jól élünk, jó, 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 jókat teszünk, jókat iszunk, jókat alszunk, annak van egy ilyen előfeltétele, hogy, hogy áldozatokat kell vállalnunk azért a közösségért, ami ezt garantálja. Nagyon szépen köszönöm, valószínűleg fogunk még beszélni a jövő évben köszönöm is szépen. ezekről a kérdésekről. 25, 2025 nagy kérdései ezek. Század vég alapítvány politikai gondolkodás kutatóintézetének igazgatójával beszéltem, megadja Gáborral. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.